Ezek a didergő kiskutyák éjszaka kerültek be az állatkórházba. Éjfél előtt nem sokkal riasztotta a NAV Molnár Tamásnét, az Aska vezetőjét, hogy az M7-es autópályán kutyacsempészeket fogtak. 6 darab bison jellegű kiskutyát találtak kartondobozba, nagyon rossz állapotba, elhanyagolva, étel-ital nélkül, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a kiskutyák bizony betegek. Jelenleg is kórházi ápolásba részesülnek, hát majd meglátjuk. Az biztos, hogy az olaszországi úti célt egyik kutya sem élte volna túl. Molnár Tamásné hozzátette, a kutyák egy papírdobozban vérben feküdtek. Látszott rajtuk, hogy nincsenek jó állapotban. Mint mondja, legalább még 2 hét szükséges, hogy teljesen helyre jöjjenek. Hát ezek a kiskutyák most olyan 6-7 környékén vannak. Természetesen útlevelük nem volt, oltási könyveknek nevezett papírokat kaptak, amiben lejárt vakcinák voltak beragasztva, orvosi pecsét nem volt mellette, tetésen egyértelmű, semmiféle oltásban nem részesültek. A kis bisonokat egy utánfutón szállították, teljesen kihűltek, 37 fokos testhőmérséklettel szállították be őket a kórházba. Az Aska vezetője azt is elmondta, mivel a sofőrök ilyenkor azzal védekeznek, hogy ők csak szállítók, azon kívül, hogy kiérkezik a hatósági állatorvos, készül kobzási jegyzőkönyv, más nem történik. A sofőr elmehet.